Böndör Pál az általános iskolát és a gimnáziumot szülővárosában Újvidéken végezte, majd az Újvidéki Egyetem magyar tanszékének hallgatója volt. Tíz évig, mint programozó, dolgozott a Vajdasági Társadalombiztosítónál, ami után nyugdíjaztatásáig az Újvidéki Rádió dramaturgia, majd irodalmi szerkesztője volt. Böndör Pál 1993-ban és 1999-ben is megkapta a híd irodalmi díjat. 1973-ban a Sinkó Ervin díjat, 2004-ben a Konc István díjat, 2014-ben pedig a Teleki Kornél irodalmi díjat. A folytatásban a Böndör Pállal 2014-ben készült interjunk egy részlete következik, amelyben a Bender és Társa című önéletrajzi regényéről beszélt. Itt nem csak azok a nagy események, amik sajnos itt történtek, mert a, a környékünkön élő népek elég komolyan védkeztek egymás ellen, ellenünk is, mi is mások ellen sajnos, hanem a mindennapok történéseiben is állandóan tudtad, hogy kisebbségi vagy, ez annak a története. Ugyanakkor azt is hiszem, mivel ez a könyv megszületett, hogy annak is a története, hogy az identitásunkat, ha valami kerülőkkel, ha valami küzdelemmel is, azért a kisebbségi is meg tudja találni.